Tudom. Először a jelentés a lejárt határidejű határozatokról. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs. Akkor fogadjuk el egy szavazással. Egyhangulag elfogadtuk. Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Akkor itt is szavazás következik. Egyhangulag elfogadtuk. Tájékoztató bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Kérdés, észrevétel? Nincsen. Szavazzunk. Egyhangulag elfogadtuk. Főjegyző úr tájékoztatója következik. A képviselőtestület 2024. május 17-én megtartott zárt ülésén elfogadta a 100%-ban és részben önkormányzati tulajdonú Kft. 2024 évi üzleti tervét, megállapította az ügyvezetőigazgatók munkabérét, elfogadta az ügyvezetőigazgatók 2023 évi prémium feladatainak teljesítésére vonatkozó értékelést, és kitűzte részükre a 2024 évi prémium feladatokat. A képviselőtestület 2024. május 28-án megtartott zárt ülésén az Ajkarendekért Egyesület részére az ajkarendeki német nemzetiség hagyományainak ápolásában és a közösségi élet fenntartása érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismeréseként német nemzetiségért díszoklevél kitüntetést adományozott. A képviselőtestület 2024. június 18-án megtartott zárt ülésén Dr. Szépaki Anna Mária háziorvos részére évtizedeken át tartó kimagasló színvonalú, áldozatos és lelkiismeretes szakmai tevékenység elismeréseként egészségügyért díszoklevél kitüntetést adományozott, mely átadásának részesei is lehettünk. Ezen kívül Andronyi Miklós köztisztviselő részére a közigazgatásban hosszú időn át végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként közszolgálatért díszoklevél kitüntetést adományozott. Köszönöm. Köszönöm. Ugye itt nem kell szavaznunk. A napirend megállapítása következik. Megkérdezem, van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel? Nincs, akkor fogadjuk el a napirendet egy szavazással. 13 igennel elfogadtuk az első napirend, a költségvetés módosítása. Megtartotta a Gazdasági Bizottság, Pálkai elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság 10 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm. A Humán és Ügyrendi Bizottság, Rászén Németh Csilla elnök asszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a rendelet megalkotását javasolja. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság, Külöb Zoltán elnök úr. Köszönöm, polgármester úr, a bizottság 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a testületnek. Köszönöm. Van-e kérdés? Kérdés nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor javaslom, hogy fogadjuk el egy szavazással. 9 igen és 4 tartózkodással elfogadtuk. Telekadóról szóló rendelet módosítása megtárgyalt a Humán Bizottság, Rászén Németh Csilla elnök asszony. A bizottság 8 igen szavazattal és hangulat támogatja. Pénzügyi Bizottság, Külöb Zoltán elnök úr. A rendelet módosítást egy hangulat támogatja a bizottság. Köszönöm. Van-e kérdés? Kérdés nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Akkor szavazás következik. Javaslom, hogy fogadjuk el. 13 igennel egyhangulag elfogadtuk. 3-as napirend, ugye egy pályázat kiírása az autóbusz közlekedésre, közszolgálati szerződés keretében. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pálkai elnök úr. A bizottság 11 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Humán Bizottság, Németh Csilla elnök asszony. Kérdés van-e? Nincs. Kíván-e valaki szólni?
Nem. Akkor szavazzunk. Elfogadtuk. Település rendezési eszközök módosítása, közbűső döntéshozatal. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pálkai elnök úr. A bizottság egyhangulat támogatja. Üdvözlöm a főépítész urat. Van-e kérdés? Kérdés van. Réder András frakcióvezető úr. Köszönöm, polgármester úr, polgármester úr. Csak egy kérésem lenne, mivel ezt az anyagot, ezt most kaptuk meg az asztalunkon, most találtuk meg, és a bizottságok nagy része nem tárgyalta, hogy esetleg a néhány mondatban a felvázolná akár a polgármester úr, vagy a főépítész úr, hogy konkrétan miről lenne szó, mert nem volt idő, megmondom őszintén, elolvasom. Köszönöm. Igen, főépítész úr, akkor így van, kedves. Tisztelt képviselő testület, augusztusban tárgyalta a képviselő testület azt az előterjesztést, amely arról szólt, hogy egy 8 megawatt névleges összteljesítményű napelem parkot szeretne egy magánberuházó létesíteni Ajka közigazgatási területén. Ott is az ipari parknak, ipari parktól északnyugatra a devecseri közighatár mentén. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ugye rendesi tervet kell módosítani, és biztosítani kell egy különleges övezeti besorolásba a területet. Az akkori támogatást követően a település tervezők és a beruházó elkészítette egy tanulmányanyagot, ami az előterjesztéshez lett becsatolva. Ezt jogszabály szerint minden esetben, hogyha hasonló fejlesztés valósul meg, akkor ezt el kell készíteni, és erről tájékoztatni kell a képviselőtestületet. Ezt tesszük meg most ezzel az előterjesztéssel. Illetve ehhez kapcsolódóan azt is a jogszabály írja elő, hogy a főépítésznek kell eldönteni minden módosításnál, hogy milyen mélységű és tartalmúnak kell lenni a módosítási tervcsomagnak, amit a település tervezők állítanak össze, és ehhez kell egy feljegyzést készíteni a főépítésznek, ami elkészült, és most már azt írja elő a jogszabály, hogy ezt szentesítenie kell a képviselő testületnek. Ez is ugyanúgy az előterjesztéshez lett hozzá csatolva. Ez gyakorlatilag azt határozza meg, hogy mik azok a fő paraméterek, tervezési terület hasonlók, amelyek a tervezés megindításához és a sikeres végrehajtásához elengedhetetlenül fontos. Illetve még az előterjesztésben bekerült egy kiegészítő pont, hogy az AVÉP Kft. Miután megvásárolt az önkormányzattól az egyik ingatlant a Városligetben, amelyen garázs szeretne építeni, közel 50 garást akarott elhelyezni, ehhez a rendezési tervet módosítani kell, és mi, hogy beruházó sürgeti ennek a jogi háttérnek biztosítását, ezért úgy gondolt a polgármester úr velem egyetértésben, hogy akkor ezt ebben a naperem vagy naperőműves módosítással együtt kezelendő, és erről javasolja a testületnek, hogy támogassa ezt a módosítást. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdés volt részedről, ugye, ha jól emlékszem. Kérdés volt. Hozzászólás van-e, Fülöp Zoltán elnök úr? Köszönöm, polgármester, de kérdést szeretnék feltenni még. A gazdasági bizottsági ülésen is föltettem ezt a kérdést, de egyértelmű választ nem kaptam rá, hogy gyakorlatilag a napelemek azok építménynek minősülnek-e. És azért kérdezem ezt, hogy az önkormányzatnak ebből milyen bevétele, adóbevétele képződhet. Telekadó, építményadó, mert az iparűzési adóban biztos, hogy jelen lesz itt a történet. Csak hogy ez hogy van, mert magánterületről beszélünk, közigazgatásilag Ajkához tartozik. Tudunk erről konkrétan valamit? Köszönöm. Hát a meghatározását, tehát a fogalmi meghatározását azt rábíznám a főépítész úrra, az adózási jelentőségére pedig a főjegyző urat kérném majd meg. Főépítész úr, minek minden Tisztelt képviselőtestület, az OTÉK jelenlegi jogszabály fogalma szerint az építmény, az egy gyűjtő fogalom, az építmény fogalmába tartoznak a műtárgyak és az épületek. Tehát az építmény, minden építmény, amely műtárgy, vagy épület. A bizottsági ülésen, a GVB-n ugye ez a kérdés elhangzott, és utána gondolkodtam rajta, ez biztos, hogy műtárgy. Tehát egy műtárgy,
és így építmény. Az adózásról szóló rendeletünket nem ismerem ilyen mélységében, nem tudom, hogy ilyenkor mit lehet rá kivetni, vagy milyen adó nem alá tartozik, de általánosságban, ha jól tudom, hasznos alapterület alapján van az épületadó, vagy építményadó, és itt ilyenről nem tudunk beszélni, hiszen ezen, amennyire én ismerem a projektet, napelemek kerülnek elhelyezésre, épület biztos, hogy nem kerül rá, tervek szerint, legalábbis én nem láttam ilyen elképzelést, úgyhogy én ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Köszönöm. Köszönöm szépen, főjegyző úr. Tisztelt képviselőtestület, a napelempark jelen esetben ugye a telekadó rendelet hatálya alá esik, de azzal a kitétellel, hogy a megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat kedvezményes adómérték illeti, tehát itt maximum 5 millió forint, illetve 5 forint per négyzetméter összeggel fog adózni, úgyhogy a jelenlegi állapot szerint ez kedvezményesen adózik. Köszönöm. A kérdés egyébként nagyon jó. Mert ugye azt már a képviselőtestület tagjai tudják, hogy az adózás területén ott új módszereket kell alkalmaznunk. Ugye az ÁSZ vizsgálat kiderítette, hogy a mi gyakorlatunk az továbbfejlesztendő, mert a mi gyakorlatunk az volt, hogy amennyiben egy ingatlanon mondjuk épület található, és ha az épület az alapterülete meghaladja a 100 négyzetmétert, akkor az épület adózik építményadóval, és a terület pedig nem adózik. És erre hívta fel az ÁSZ vizsgálata figyelmet, hogy ez nem helyes gyakorlat. Az épületet is adóztatni kell, meg a telket is adóztatni kell, függetlenül attól, hogy mi ezt korábban nem így értelmeztük. Úgyhogy ezeket a változásokat a következő módosításokban, amelyeket majd október második felébe vagy novemberben fogunk tárgyalni, ezeket már érvényesíteni fogjuk. Hát ez nyilván az adózók felé nem egy kedvező dolog, de hát ezt elvárják tőlünk a jogszabályalkotók. Van-e más hozzászólás vagy kérdés? Nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el. Egy hangulag elfogadtuk. Építész úr, köszönöm a részvételt. Az ötödik, az FCH a kisebbségi üzlet részének megvásárlása. Megtárgyalta a gazdasági bizottság, Pálkai elnök úr. A bizottság 11 igen szavazattal egy hangulag támogatja. Humán bizottság, Németh Csilla elnök asszony. A bizottság 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Akkor szavazzunk. Javaslom, hogy fogadjuk el. Tizenkettő igen, és egy tartózkodással elfogadtuk. A Phoenix Park üzletrészének részbeni megvásárlása. Jedző úrnak van egy kiegészítése. Tisztelt képviselőtestület, az ülés előtt egy olyan módosított anyag került kiosztásra, ami az eredetihez egyetlen pontban tér el, hogy a PK helyett egyértelműen a PK ingatlan, vagy pedig egy általam megjelölt gazdasági társaság gyakorolhatja ezt a fajta vételi opciós jogot. Tehát ebben az egyetlen kitételben a korábbihez képest. Köszönöm. És köszönöm. Megtárgyalta a gazdasági bizottság, Pálkai elnök úr. A bizottság mindhárom határozati javaslatot egyhangulag támogatja. Köszönöm. A bizottság Németh Csilla elnök asszony. A bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatokat. Köszönöm. Van-e kérdés? Kérdés nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Akkor javaslom, hogy fogadjuk el, de itt három szavazás történik. Először a határozati javaslat egyről. Elfogadtuk. Aztán a határozati javaslat 2-ről. 13, igen. És a határozati javaslat 3-ról. 13, igen, egyhangulag elfogadtuk.
A következő nap minden önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság jogadalmazási szabályzata megtárgyalta a gazdasági bizottság Várkai elnök úr. A bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatja. A Humán Bizottság, Németh Csilla elnök asszony. A bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatokat. Van-e kérdés? Kérdés nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor itt is két szavazás lesz. Először a határozati javaslat 1-ről szavazunk. Aztán a határozati javaslat 2-ről. 13 igen, egy hangulag elfogadtuk. Következő napi rend, két helyrajzi számú ingatlan értékesítési árának a csökkentése. Megtárgyalta a gazdasági bizottság Párkai elnök úr. A bizottság egy hangulag támogatja. Van-e kérdés? Van. Bíder András akcióvezető úr. Köszönöm, polgármester úr, csak azt szeretném megkezdeni, az adott területen itt a Hegyhát lakóparkban az ingatlanoknak az értékesítéshez hol tart? Tehát darabszámra esetleg gondolom, hogy vannak információk, hogy az milyen állapotban vagyunk most. Igen. Köszönöm. Tehát én válaszolok erre a felvetésre. Hát most nem tudom, hogy a mai napon megkötöttek-e még egy fennálló szerződést, vagy nem. Hát ilyen egy-két telekes átadással ilyen 15-20 között van az eladott telkeknek a száma. Tehát a legfelső régióban, a legfelső kereszt utcában ott gyakorlatilag mindegyik telek eladásra került, a következőben már mindegy fele, és a legalsó kereszt szelvényben is hármat, úgy emlékszem, hármat adtunk el egy befektetőnek. De most az, hogy most megkötötték el szerződést, vagy nem, az most így, mert lehet, hogy éppen most kötik meg. Igen, nagyságrendileg így néz ki. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye 82 telekről van szó, ennyit adtunk el belőle. Igen. Tehát ugye ez kérdés volt, hozzászólást kíván-e valaki tenni? Nem. Akkor szavazzuk meg. Aki egyetért, kérem, szavazzuk. Igennel egyhangulag elfogadtuk. A következő napi rend a 02-es erőszámú ingatlanra építményi jog értékesítése, megtárgyalta a gazdasági bizottság Párkai elnök úr. A bizottság egyhangulag támogatja. Humán Bizottság, Németh Csilla elnök asszony. Bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatot. Van-e kérdés? Nincs hozzászólás. Az sincs. Akkor javaslom, hogy fogadjuk el, aki egyetért, kérem, szavazzon. Három igennel hangulag elfogadtuk. A 10-es napi rend fogorvosi körzet ellátása megtárgyalta a Népi Jóléti Bizottság. Jó, Ide Sándor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság 9 igen szavazattal egyhangulag támogatja a határozati javaslat elfogadását. Van-e kérdés? Nincs. Észrevétel? Az sincs. Fogadjuk el egy szavazással. Igennel elfogadtuk. Általános iskolai felvételi körzetek tervezése megtárgyalta a Humán Bizottság, Németh Csilla elnök asszony. Bizottság 8 igen szavazattal egyhangulag támogatja a határozati javaslatot. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. Szavazzuk meg. 13 igennel elfogadtuk. Polgármester szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató megtárgyalta a Humán Bizottság, Németh Csilla elnök asszony. A bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatot. Van-e kérdés? Nincs. Észrevétel? Az sincs. Fogadjuk el. 13 igennel elfogadtuk.
és az utolsó előtti, nem az utolsó napirend, 24 évi igazgatási szünet elrendelése a hivatalba, megtárgyalta a Humán Bizottság, Rácz Némely asszony. A bizottság egyhangulag támogatja a határozati javaslatot. Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás? Az sincs. Egy szavazással erősítsük ezt meg. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm az ülést, befejezem. Erősítsük ezt meg. 13 igennel egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm az ülést, befejezem.